Új zárszói lakót szeretnék bemutatni a tévénézőinek, dr. Lukács Rózát. Róza, kérlek, hogy mondd el, hogy hogyan kerültél Szárszóra. Hát a járvány idején jöttünk le a baráti társaságommal, és akkor egy évig velük laktam a parton, egy ottani villában, és utána pedig vettem itt egy házat, egy kertes házat. Mivel én igazából vidéken nőttem föl, egy alföldi kisvárosban, és amikor 40 évesen Pestre költöztem, akkor arra gondoltam, hogy, vagy azzal mentem el, hogy amikor majd idősödöm, akkor vissza fogok majd menni vidékre, mert a várost igazából nem szerettem. És aztán nem volt annyi pénzem, hogy vegyek egy vidéki házat, de a járvány ezt így megoldotta, mert egy év múlva észrevettem, hogy voltak épp leköltöztem vidékre, és akkor eladtam a pesti házat. Eredetileg úgy terveztem, hogy ott is legyen, meg vidéken is legyen, de aztán így megváltoztottam, hogy ott hagyom Budapestet. Ma nagyon jó céllal vagyunk együtt a József Attila Múzeumban. Te fogsz előadást tartani a fenntartható fejlődésről, a fenntartható életmódról, illetve annak egy részéről, hiszen nagyon szerteágazó a téma. Az eredeti foglalkozásod jogász. Hogyan történt ez a nagy váltás, hogyan kerültél kapcsolatban egy másik területével a valóságnak? Ez nagyon furcsa, mert az anyukám még akkor adták el a kertet, amikor én még kicsi voltam, tehát én nem láthattam, hogy ők hogy csinálják, vagy hogy ez milyen is. Amikor én már nagyobb voltam, akkor ők állatot tartottak már csak. De nekem mindig volt egy nagyon közeli viszonyom a természettel, hogyha bajom volt, akkor mindig ott gyógyultam. Az volt nekem a legjobb, ha kimehetek. Pláne, ha lefekhetek a földre, és nézhetem az eget, akkor az nekem a gyógyulás volt mindig is. És a növényeket meg mindig szerettem, és amikor még a parton laktunk, akkor csináltam egy kis virágos részt a ház köré, ahol laktam, és aztán amikor megvettem ezt a kertes házat, akkor felmerült, hogy mit is kéne vele kezdeni, és mivel elég nagy udvara meg kertje van, így tanácsolta nekem egy ismerősöm, hogy ismerkedjek meg a permakultúrával, és próbáljam ki. És akkor elolvastam a Toby Hemingway-nek a Gaia kertje című könyvét, amit szeretettel ajánlok mindenkinek, mert egy remek belépő ehhez a permakultúrához. Elolvastam ezt, és akkor az ottani útmutatások alapján kezdtem próbálkozni kicsiben, ügyetlenül, de nagy élvezettel. Biztosan érdekes az út, ami elvezetett például ehhez a mai délutánhoz. Nagyon nagy dolog a fenntartható életmód. Elméletben nagyon sok mindent tudunk, de nem úgy élünk, illetve nagyon sokszor már nem is ismerjük a természetnek azokat a törvényszerűségeit, amihez nekünk illeszkednünk kellene, és ezért én nagyon fontosnak tartom a te munkádat. Nagyon szeretném, hogyha beszélnél néhány szóval, illetve a néhány szónál talán többet áldozhatunk rá. Szeretném, ha beszélnél róla. Hát a permakultúra az igazából Ausztráliából indult a múlt század második felében. Egy Bill Mollison nevű ember az indítója, és ő úgy határozta meg, hogy a permakultúra az tulajdonképpen egy tervezési rendszer, ami egy olyan emberi környezet létrehozására törekszik, ami fenntartható. A fenntarthatóság pedig azt jelenti, hogy egyetlen részrendszer kárára sem részesül előnyben valamelyik másik. Tehát a természet kiegyensúlyozódását követjük, és nem esünk abba a hibába, hogy az emberi igények kielégítése rovására mondjuk pusztítjuk a természetet. Ezt ismerjük a legjobban. De az is folyamatosan jelen van, hogy más emberek kárára
egyes emberek többet vesznek ki az erőforrásokból, és a felesleget nem teszik vissza. Az összes többi tulajdonképpen, ami nem emberi hatás, azt maga a természet, mint egy egységes rendszer, visszaegyensúlyozza. Tehát ha egy faj túlszaporodik, túl sok egér lesz, akkor elszaporodnak a rókák, és helyreigazítják az egyensúlyt. Ezért fontos a mi feladatunk, pontosan azért, mert tudatosság szempontjából magasabban vagyunk és tudunk lenni, mint az összes többi része ennek a komplex rendszernek, ami ezen a bolygón él. És ezért a tudatosságunkhoz aránylik a felelősségünk, mert látjuk és tudjuk, hogy mi történik, és szerintem kötelességünk odafigyelni, hogy hogyan tudjuk megkímélni a környezetünket, és hogyan tudunk úgy élni, hogy ne a jövő nemzedékek erőforrásait használjuk el. Mert ez is egy dimenziója a permakultúrának és a fenntarthatóságnak, hogy ne a jövő rovására éljünk. Fontos része a fenntartható fejlődésnek a kertművelés, a talajművelés, a gazdálkodás, és ez az, ami itt vidéken nagyon-nagyon sok embert érint. Nagyon büszke vagyok rá, hogy Szárszon nagyon sok jó gazda van, aki szinte népmesébe élően szóló szőlőt és mosolygó almát és csengő barackot tud termeszteni. Szeretném, ha egy kicsit a kert részéről is beszélnél. Hát eredetileg ez mezőgazdasági termelőrendszerek megtervezésére és fenntartására alakult ki ez a tervezési rendszer, és ez kicsi egységekre is, tehát ilyen házi kertekre, sőt városi permakultúra is létezik, amikor egy erkélye van valakinek, ott is lehet permakultúrálisan működni. És a nagy gazdaságokra is vonatkozik, nagyban is lehet. Erről van egy remek film, amit most meg is mondom a címét, Mérgezett Föld, ez a címe, 50 perc az egész, ha valakit érdekel, akkor a YouTube-on megtalálja, egy nagyon-nagyon informatív és nagyon fontos film, egy magyar dokumentumfilm. A kerteknél a lényeg voltak éppen a termőföldnél van. Az a köztudat, hogy kiváló minőségű termőföldje van Magyarországnak, de ez nagyon sokat romlott az elmúlt évtizedekben. Van egy felmérés, ami megmérte bizonyos zöldségekben a tápanyagok mennyiségét, és a körülbelül 100 évvel ezelőtt mérték először, és ahhoz képest 1960-as évek végére megfeleződtek az értékek, mostanra pedig negyedére, hetedére esett vissza az, hogy mennyi tápanyag van a zöldborsóban, a kukoricában, a krumpliban, tehát azokban, amiket megeszünk. És ennek a csökkenésnek az az oka, hogy a termőföld termőereje, a minősége csökken. Olyan művelési mód van elterjedve, amelyik rövid távon rendkívül előnyös, de hosszú távon elpusztítja a termőföldet, nagyon károsítja, és aztán végül elpusztítja. És akkor csak marad az az ásványi anyag, de nem fog teremni egy idő után már. Európa egy évben 9 millió hektár termőföldet veszít amiatt a művelési mód miatt, amit mostanában követünk. Ez a mélyszántásos, műtrágyázós, vegyszerezős, gyomírtózós művelési mód, ami kimutatja, hogy statisztikailag mennyivel több terem, igen, tehát a múlt század végén, amikor még nem volt elég élelem, és a háborúk miatt nagyon kritikus helyzetek álltak elő,
ez kellett, ez rendben volt, csak hogy most már észre kéne venni, hogy itt az idő a változtatásra, és a változtatás az nem még egy újabb technológia, és még valami, még természeti idegenebb kitaláció, hanem a visszafelé fordulás a természetes folyamatokhoz. Ez nem jelenti azt, hogy a modern technológiákat elvetné a permakultúra, mert ez egy olyan rendszer, hogy igazából semmit nem vet el, csak azt, ami káros, de minden lehet előnyös, hogyha megfelelő módon van alkalmazva. Tehát mondjuk egy nagyon kizsigerelt földnél még azt is el tudom képzelni, hogy az elején mondjuk pótoljunk valami tápanyagot, akár mesterséges anyagokkal is, csak nagyon óvatosan kell vele bánni. De igazából a természetnek a működési módját próbáljuk követni, és ez a talajtakarást, a mulcsolásos földművelést jelenti. Az elkorhadó levelek és egyéb növényi részek visszatáplálják a talajt, vagyis és a talajban levő élőlényeket, amire végképp nincs elég figyelem fordítva, az a talaj élet, ugyanis egy egész világ van a talaj felszíne alatt, milliárd számra vannak a baktériumok, a gombák, a mindenféle icipici kis élőlények, amik ilyen lépcsőzetesen egy táplálékláncba rendeződnek, és ennek során gyarapítják a talajnak a minőségét, és ha minden jól megy, nem háborítjuk meg, és nem tesszük tönkre, akkor humusz lesz a vége. Tehát maga a természetes folyamat a legjobb minőségű tápanyagot, termőföldet állítja elő, csak ez egy időigényes folyamat. És a permakultúrában kidolgozták azt, hogy hogyan lehet ezt a természetes folyamatot úgy felgyorsítani, hogy a természeti rendet nem bontjuk meg. Láttad-e a példáját ennek gyakorlatban, hogy ez viszonylag rövid idő alatt megteremthető egy ilyen egészséges talajélet? Hát én a saját kertemben tavaly ősszel kipróbáltam. Csináltam lazanya ágyást, ami azt jelenti, hogy különböző rétegekben, ilyen térden felüli vastag magasságig felhalmozzuk a szerves anyagot, elsősorban lombot, de a gyomok ellen kartonpapírt is teszünk, trágyát is teszünk, zöld füvet is, humuszt is, ha van, tehát több mindent, és akkor ez a rétegezett szerves anyag, ez egy-két év alatt feldolgozódik. Tehát ott megjelennek a trágyából, meg a földből jönnek a baktériumok, és elkezdődik ez a folyamat, és akkor egy nagyon jó minőségű termőföld alakul ki. Mi az, amit még szeretnél elmondani, amit fontosnak érzel a fenntartható életmóddal kapcsolatban? Talán a legfontosabb, hogy ez etikai alapelveken alapul. Az egyik, hogy az első a föld védelme, az élővilág védelme, a második az emberek védelme, tehát nem lehet úgy, vagy nem érdemes úgy egy mezőt, vagy egy erdőt megvédeni, hogy mondjuk akik addig ott favágásból éltek, azok mehetnek kukutyimba zabot hegyezni, meg hajléktalannak. Tehát a második az emberek védelme, és a harmadik pedig az igazságos elosztás. És ez jelenti azt, hogy mindenkinek magán kell kezdenie, hogy észrevegye, hogy hol használ többet az erőforrásokból, mint amit feltétlen szükség lenne, és azt észrevegye, hogy hol segíthet másoknak. És a mások alatt értjük ugyanúgy a növényeket, mint a talajt, tehát mondjuk komposztáljunk, és a más embereket is, és a jövő nemzedéket is. Tehát aki mondjuk diófát ültet, az már tesz valamit a jövő nemzedékért. Úgy gondolom, hogy kialakulhatott a sashoz hasonló éles szemed, amivel meglátod a világban nem csak a problémákat, hanem ezeket a lépéseket, amikor ebbe a szemléletbe beleillik valami, mert hogy ez is ott van léptennyomon. Léptennyomon itt van, sokkal közelebb van, mint gondoljuk. Én magam nagyon meglepődtem, hogy itt Szárszón már van egy működő
permakulturális kert, a Füveskata kertje a Szóládi úton, hogy így utólagos engedelmével csinálok neki egy kis reklámot. Ő már évek óta csinálja, és Szóládon van egy gyümölcsös, egy vegyszermentes gyümölcsös, amit nem neveznek permakultúrásnak, és nem ismerem még annyira, de valószínűsítem, hogy az. És minden szép kezdeményezés beleillik a permakultúrába. Ez a rendszer túlmegy a kertészkedésen és a mezőgazdasági termelésen. Tehát létezik közösségi permakultúra is, ami azt jelenti, hogy a permakultúra elveinek megfelelő közösségek születnek. Vagy például olyan kezdeményezések, hogy valaki megszervezi, hogy a ruhákat csereberéljük el, és ami már nem akar az ember hordani, de igazából még nem rongyos, meg nem szakadt, meg nem nyúlt ki annyira, azt legyen valamilyen felület, vagy hely, ahova le lehet tenni, én oda teszem, a másik elviszi, és ugyanezt sok mindennel meg lehet csinálni, és ez például már egy ilyen közösségi érintkezés, úgy mozognak az energiák, tehát és mindenkinek jó érzése lesz, annak is, aki adott, annak is, aki kapott. Úgy gondolom, hogy még sok feladat áll előtted, legyen áldott a tevékenységed. Hát minden csak másokkal együtt megy, de olyan kedvesek az emberek itt. Tehát amikor így körbevittem a múlt héten a plakátokat, meg a szórólapokat ehhez az előadáshoz, akkor minden helyen szívesen fogadták és kitették. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Szárszó egy olyan település, ami készen áll arra, hogy ebben tovább lépjen. Nagyon tetszett ez az utolsó mondatot, köszönöm szépen, amit elmondtál. Én is.